Csehi Zoltán, karrier. Simeon Szolomont, a prerafaelita festőt 1873. február 11-én rajta kapták egy londoni nyilvános vizeldében a 60 éves George Roberts istállómesterrel. Szolomont 18-havi kényszermunkára ítélték, és 100 font büntetést fizetett. 1874-ben, konkrétan március 4-én Simeon Szolomont, a festőt ismét rajta kapták, ezúttal egy 19 éves párizsi fiúval, aki később feketézésből és idős melegek kifosztásából élt. Simeon Szolomon hivatalos festői karrierje, miután letöltötte 6 hónapnyi börtönbüntetését és kifizette a 16 frank büntetést, itt tulajdonképpen véget is ért.